legyünk vagy szabadok! Estét kívánok, köszöntöm Önöket. A Szombathelyi Televízióban folytatjuk a Rendszerváltók című műsort, melynek ezúttal a vendége Schmidt Mária történész, a 30 éve szabadon emlékév koordinálásáért felelős kormánybiztos. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm a hallgatókat és a nézőket! Kedves Mária, a 30 esztendő az a történelem egészét tekintve nem egy nagy idő. Mondhatjuk azt is, hogy ez egy velünk élő történelem. Ebben a műsorban az elmúlt időszakban sokan a személyes emlékeiket idézték fel a 30 év kapcsán, illetve a 30 évvel ezelőtti eseményeknek a kapcsán. Az ő személyes emlékeik azok egzaktak, vagy ahogy mondani szokás, már megszépítette őket az idő. A történészek számára mennyire objektíven vázolható az a kép, ami 30 évvel ezelőtt zajlott, történt, vagy ami odáig vezetett, és mennyire tudnak majd objektív képet mutatni a következő generációknak a történészek erről az időszakról? Rendelkezésre állnak-e dokumentumok mindenféle hiteles másolatban vagy eredetiben? Hát szerintem 30 év elég hosszú idő ahhoz, hogy egy megfelelő távlatból tekintsünk rá mindarra, ami 30 évvel ezelőtt történt. Ha korszakoljuk ezt az időszakot, akkor a Kádár rendszer is csak 3 évvel tartott tovább, a Horthy rendszer meg még ilyen sokáig se tartott. Tehát elég hosszú idő ez ahhoz, hogy lássuk, hogy milyen hatásai voltak, mit tudtunk elérni, mi az, amire büszkék lehetünk, és egyáltalán mit jelent a számunkra mindez, ami 89-90-ben történt. Azok a személyes visszaemlékezések, amelyeket azok a kortársaink esetleg olyan emberek, akik már nincsenek is köztünk, de akkor az eseményeknek a mozgatói, vagy a szemlélői, vagy az elszenvedői, vagy az előidézői, élvezői voltak, azoknak a személyes emlékeiből fog majd összeállni az a közös történet, amit majd egy bizonyos idő elteltével mindannyiunk a magunkénak érezhetünk. Amikor a kormány létrehozta ezt az emlékbizottságot és kitüntetett szerepet tulajdonít annak, hogy beszéljünk arról, hogy 89-90-ben mi történt, több cél is megfogalmazódott. Az egyik cél az volt, hogy nagyon sokan vannak, akik még nem éltek még a diktatúra időszakában, a 90-es évek óta születtek, őnekik semmilyen személyes élményünk nincs. Mondjuk el nekik, tanítsuk meg nekik, hogy mi történt, mekkora dolog volt, hogy visszanyertük a szabadságunkat, a függetlenségünket és az önálló nemzeti életünket. Tehát ez ennek a felvilágosító munkának is nagy szerepet tulajdonítunk. Másrészt pedig, hogy köszönjük meg azoknak, akiknek van mit megköszönnünk, akik személyesen is részt vettek ebben, és hogy azt is lássuk mindannyian, hogy ezek sokkal többen voltak, mint ahogy azt mi eddig kifejeztük. Sokkal több olyan honfitársunk van, aki valamilyen szinten részt vett azokban az eseményekben, azokban a tüntetésekben, azokban a felszólalásokban, azokban az összejövetelekben, amik mind a kommunista rendszernek a végóráiban, a rendszernek a felbomlásához és az összeroppanásához vezettek. Szeretnénk őket is megkeresni, szeretnénk azt is tudatosítani, hogy milyen fontos volt az ő akkori kiállásuk, és hogy igenis, nekik is fontos szerepük volt mindabban, ami történt.
ezeket a célokat, milyen eszközökkel érik el. Ugye 2021 nyaráig tart az emlékév, ami március 15-én indult. Hát részben lesznek központi, vagy voltak is már, és még lesznek központi olyan elemek, amelyeket elkészítünk, és aztán mindenki használhatja őket. Időszaki kiállítást készítettünk, amit le lehet tölteni a honlapról, és mindenhol be lehet mutatni. Imásfilmet készítettünk eddig egyet, de készítünk még továbbiakat, amiket szintén lehet használni. Most fog megjelenni az első bélyek sorozat, amelyben szintén a tiszteletünket fejezzük ki azok iránt, a rendszerváltoztatók iránt, akik már elhaláloztak, mert a magyar törvények értelmében posta bélyek csak elhalálozottakról készülhet. Tehát ezeket készítjük. Egy olyan tanárképző programot indítottunk el, már kiírtuk a közbeszerzést, amelynek a keretében középiskolai tanárokat szeretnénk ezzel a történeti korszakkal és ezekkel az eseményekkel nem megismertetni, hiszen a történelem tanárok ismerik, de együtt gondolkodni velük és elmélyíteni a tudásukat, esetleg új szempontokkal gazdagítani, vagy módszertani eszközökkel gazdagítani őket. Filmklubot indítunk, és hát pályázatok lesznek, amin lehet különböző helyi intézményeknek, helyi önkormányzatoknak és helyi iskoláknak részt venni és pályázni különböző ötletekkel, amik ezzel vannak kapcsolatban. Erre több milliárd forint fog rendelkezésre állni. Ön úgy fogalmazott, hogy a bélyegeken majd a rendszerváltoztatók fognak megjelenni. Rendszerváltás, rendszerváltoztatás, ez a két szó nem mindig ugyanazt jelenti. Ön hogy értékeli, melyik a helytállóbb? Ez egy nagyon fontos dolog, amire ez a kérdés rávilágít, mert épp ezért van szükség arra, hogy beszéljünk arról, hogy mi történt velünk. Mert még abban sem tudtunk megállapodni, hogy milyen kifejezést, milyen szót a nyelvnek, melyik részével fejezzük ki azt, ami akkor történt. Például a németek az utolsó kommunista főtitkárnak a kifejezését használják, ami Wende volt, tehát azt jelenti, hogy fordulat. Ugye, tehát nem fordulat történt, hanem összeomlott a Szovjetunió, és összeomlott a kommunizmus. Ez azért több, mint egy fordulat. Tehát meg kéne majd ennek a 30. évfordulónak a végére egyezünk abba, hogy mi a legpontosabb kifejezés, amit mindannyian együtt tudunk használni. Szerintem nem rendszerváltás, meg változás, mert nem magától változtak meg a dolgok, meg ez nem az volt, hogy az egyiket átváltottuk a másikra. A rendszerváltoztatás az már közelebb van ahhoz, ami történt, hiszen benne van azoknak az embereknek a tevőleges akarata és a szándéka, akik megdöntötték a kommunista rendszert. Az én felfogásom szerint három dolog történt. Az egyik, ez egy antikommunista forradalom volt, ahol a régióban élő népek úgy döntöttek, hogy ebből a rendszerből elég volt, nem akarják tovább csinálni, és eléggé meggyengült már addigra a kommunista hatalom gyakorlóknak a saját küldetésükben vetett hite, a pozícióik otthon és külföldön, a szovjet birodalomnak a korhadása olyan szintre jutott, hogy feladták a perifériákat. És gyakorlatilag a külső nyomás, főleg a Ronald Reagan, II. János Pál pápa, ennek a kettőnek a nyugatról jövő nyomása, az itt élő népek akarata és a Szovjetunió összeomlása együtt eredményezte azt, hogy ki tudtuk vívni a szabadságunkat. Tehát szerintem ez egy elsősorban egy antikommunista forradalom volt, másodszorban egy nemzeti forradalom volt, mert minden nemzet, amelyik részt vett benne, a saját nemzeti függetlenségét akarta visszaszerezni, és harmadszor demokratikus átalakulást akartunk, megszerveztük és megalapítottuk a demokratikus intézményeket, és ezek az országok mind demokratikusak lettek. A probléma abban van, és ezért nagyon fontos beszélni erről a korszakról, mert ha nem értjük meg, hogy mi történt 30 évvel ezelőtt,
miről szólt ez a 89-90-es év, akkor nagyon nehéz lesz megérteni azt, hogy milyen korszakban vagyunk. És az ebben a legfontosabb a nemzeti kérdésnek az eltagadása. Mert a szovjet birodalom azt az üzenetet fogalmazta meg, 17-től egészen 90-ig, hogy ők megoldották a nemzeti kérdést, ugye a Szovjetunió különböző köztársaságok boldog együttélése, ahol a nemzeti kérdés már egyáltalán semmilyen szerepet nem játszik. Ezt elhitték a nyugatiak is, akik azt gondolták, hogy hát a nemzeti kérdés az már a múlté, az meghaladott, az már semmilyen szerepet játszik. De a 80-as évektől, sőt a 70-es évek legvégétől, a 80-as években lépésről lépésre azok az országok, amelyek Közép-Kelet-Európán belül ugye a szovjet tömbbe lettek kényszerítve, ezek az országok lassan lépésről lépésre visszakövetelték a nemzeti történelmüket, a szimbólumaikat, a hőseiket, a zászlójuk használatát, a népdalaikat, a táncházmozgalmat, és mindez, ami itt lépésről lépésre a saját kultúrának a visszaszerzéséről szólt. És ezek a nemzetek nemzeti függetlenségüket is vívták ki a szovjet birodalommal szemben. És amikor ez megtörtént, akkor hirtelen kiderült, hogy a Szovjetunión belüli köztársaságoknál is igenis ott van a nemzeti kérdés. És az a nemzeti kérdés olyan erős volt, hogy szétrobbantotta a szovjet birodalmat. De ha megnézi az akkori tudósokat, akik kriminológusok voltak, szovjetológusok voltak, hát azok megdöbbenve álltak a dolog előtt, mert nem csak arra nem számítottak, hogy a kommunizmus össze fog omlani, de az, hogy a szovjet birodalom nemzeti alapon fog szétesni, az meg aztán teljesen kívül volt az ő képzelő erejükön. És ha megértjük, hogy ez egy nemzeti felszabadítási harc volt, ami itt végbe ment a 80-as évek végét, és győzedelmeskedett a Szovjetunió megbuktatásával, akkor meg fogjuk érteni azt, amit a közép-kelet-európai országok számára a nemzeti kérdés ma jelent, és észre fogják talán venni akkor azok a nyugatiak, akik egyébként egy új birodalomba akarnak minket szervezni, hogy 30 évvel ezelőtt egy nemzeti egyenjogúsági mozgalmat kellett volna nekik észlelnie, vagy tudomásul venni, hogy ez történt, és akkor nem lennének meglepődve, hogy mi nem vagyunk annyira lelkesek az iránt, az Európai Föderális Birodalom iránt, ami meg akarja haladni a nemzetállamokat. Tehát mi csatlakoztunk és feladtunk a szuverenitásunkból egy csomó mindent, de a nemzeti függetlenségünk megőrzése és a nemzetállami létünk mellett. Mert ez volt a célunk 89-90-ben. Ezek a célok, amik megfogalmazottak akkor a demokratikus átalakulás kapcsán, ezek mennyire tudtak maradéktalanul megvalósulni, így 30 év távolából ön hogy értékeli? Soha semmi nem valósul meg maradéktalanul, nincsenek tökéletes rendszerek, nincsenek tökéletes emberek, de hát az intézményi struktúra az szerintem jól szolgál minket. Azok az intézmények, amelyeket létrehoztunk, azokat kisebb-nagyobb korrekcióval alkalmassá tettük arra, hogy szolgáljanak minket. Ugye Amerikában a régi alapító atyáknak az volt a mondása, hogy 20 évente kell hozzányúlni a különböző intézményekhez, egy kicsit formálni ahhoz, hogy jól kiszolgálják a következő generációt is. Ez megtörtént nálunk 2010-ben, egy picit formálva lettek, de szerintem ezek az intézmények jól szolgálnak minket, szerintem szabad választások vannak, véleményszabadság van, sajtószabadság van, és azt gondolom, hogy erre vágytunk. Tehát valójában elégedettek lehetünk. És amire még nagyon vágytunk, és erről is érdemes beszélni, hogy az emberek azt gondolták, hogy a rendszerváltoztatás után majd megkapjuk a demokráciát, és megkapjuk a nyugati életszínvonalat, de meg tudjuk tartani azt a szociális ellátórendszert, amihez azért hozzászoktunk. Most azért
ez talán mostanra úgy néz ki, hogy ebbe az irányba elindultunk, de hát ebből a szempontból sok csalódás ért minket azért az elmúlt 30 évben, mert nem mindig alakultak úgy a dolgok, ahogy mi azt a reményeinkben elképzeltük, vagy legalábbis nem olyan gyorsan és nem olyan zökkenésmentesen. Itt Közép-Kelet-Európában nem voltunk ezzel a törekvéssel egyedül. Mennyiben mondható párhuzamosnak a közép-kelet-európai hasonló sorsú országokban végbe ment átalakulás, illetve az azóta eltelt időszak, vagy hol vannak az érezhető különbségek? Szerintem a hasonlóság sokkal több, mint ami elválaszt minket. Ezért is van az, hogy a regionális együttműködés egyre fontosabbá és egyre jelentősebbé válik. Ez egy nagyon nagy eredmény, nagyon nagy jelentőséget tulajdonítok neki én is, hiszen 100 évvel ezelőtt a versailles-i békerendszerben a trianoni döntések kapcsán és az első világháború utáni ultimátumok eredményeként a térséget szétrobbantották, önálló nemzetállamokat hoztak létre, direkt úgy, hogy az az etnikai és egyéb határokat átszelje, azzal a nyilvánvaló céllal, hogy ne tudjunk egymással szót érteni, és a nyugati hatalmaknak a béke fenntartó és igazságtevő szerepe biztosítva legyen. Ez így is volt 100 éven keresztül, és most van először, hogy szót értünk egymással, és hogy felismertük azt, hogy több a közös bennünk, több a közös érdek bennünk, és ebben pozitív szerepet játszott a szovjet megszállás alatt eltöltött majdnem fél száz év, hiszen ugyanazokon a megszorító intézkedéseken kellett keresztül vernünk magunkat, ugyanolyan intézkedések sújtottak minket, ugyanaz a történet lett az osztályrészünk mindannyiunknak, akiket oda soroltak be a szovjet birodalomba, mint a többieknek, és ez azt jelenti, hogy ma jobban értjük egymást, több a közös bennünk, mint a nyugatiakkal. Bizonyos dolgokat mi értünk, ők nem értik, tudunk mire hivatkozni. Tehát a zsigereinkben ez az időszak egy ilyen majdnem testvériségnek is nevezhetném, de valami rokon lelkűséget hozott létre, és ha ezt ki tudjuk a saját érdekünkben használni, szerintem az egy nagy lépés lesz. Mert nem megfogalmazódik az, hogy ma még egy nyelvet beszélünk, aztán ahogy távolodunk, a generációk távolodnak ettől az időszaktól, konkrétan a 89-90-estől, meg az előzőtől, akkor is lehet még közös a gondolkodásunk, közös a nyelvünk, és most nem feltétlenül csak az európai országok halmazáról, a közép-európai országok halmazáról beszélek, hanem itt az országon belül is. Hát szerintem ez a történelem tanárok feladata lesz majd? Elsősorban a történelem tanárok, meg a szülők feladata, meg az irodalom tanároknak a feladata. Tehát ha megtanítjuk a múltból mindazt, amit megtanítani érdemes, hogy tudjuk azt, hogy kik vagyunk, mi a közös kultúránk, mennyire büszkék lehetünk arra, hogy megmaradtunk, mint nemzet, több mint 1100 éven keresztül, hogy mekkora teljesítmény van mögöttünk, hogy milyen életképesek vagyunk, hiszen ez a 30 évvel ezelőtti antikommunista forradalom is, amikor újra szabadok és függetlenek lettünk, ez is azt bizonyítja, hogy milyen életképesek vagyunk. Általában a történelemben úgy szokott lenni, hogyha egy világbirodalom összeomlik, az a romjai alá temet mindenki, de minket nem temetett maga alá, hanem felálltunk, összeráztuk magunkat, és nekiindultunk, és elkezdtünk felépíteni egy új országot. Ahogy az első háború utáni szörnyű helyzetben is megráztuk magunkat, és felépítettünk egy új országot. Tehát, hogy képesek vagyunk újra kezdeni, hogy képesek vagyunk az életerővel és az akarással teljesítményeket mondani magunknak, hogy képesek vagyunk adaptálódni az új feltételekhez, mert semmi perc alatt megtanultuk a kapitalizmust újra, megtanultuk a piacgazdaságot, aztán amikor
megtanultuk azt, akkor megtanultuk az uniós szabályokat, és ahhoz is tudtunk alkalmazkodni, és képesek vagyunk alkalmazkodni a 21. századhoz. Ez egy nagyon nagy önbizalmat ad nekünk. És ha ezt tudatosítjuk magunkban is, meg az utánunk következő generációkban, akkor ez nekik is erőt és önbizalmat ad. Már pedig kell erő és önbizalom, mert minden korszak, és most egy új korszakban vagyunk, a 21. században, minden korszak új kihívásokat jelent. És nekünk ezeknek a kihívásoknak meg kell felelnünk. És nincs előre eldöntve, hogy ki lesz sikeres a 21. században. Azért még nagyon sokat kell dolgoznunk. És nekünk kell az, hogy tudjuk, hogy minden nehéz helyzetből ki tudtunk jönni, mindig megtaláltuk azt az utat, most is meg fogjuk tudni. Ha ez a gondolkodás megvan mindenkivel, ez most is segíteni fog, és sikeresek leszünk ebbe, egész biztos vagyok. Kihívásokat említett, melyek lehetnek ezek azok a főbb kihívások, amikkel most mondjuk szembe kell nézni? Hát egyrészt Európa szerepe alapvetően megváltozik az új században, a nyugati kultúrának a szerepe megváltozik, Nyugat-Európán belül nagyon nagy átrendeződések vannak, új kihívók jelentkeztek, Kínát, Indiát, afrikai világot, az arab világot, a muszlim előretörést. Ezek mind olyan kihívások, amelyek minket is érintenek. Egy olyan globális világban vagyunk, amikor mindenki mindenre azonnal reagálni fog, és azonnal tudomást szerez, hiszen a mostani generációk kezébe reggeltől estig ott van az okostelefon, másodpercek alatt mennek az információk, van egy közös összekötő nyelv, ugye az angol, a fiatalok számára ez teljesen természetes. Tehát ezek a hatások mindenhol ott vannak. Tisztázni kell az Amerikai Egyesült Államok szerepét, hiszen ebben a 30 évben ahhoz voltunk hozzászokva, hogy a világnak egy vezető hatalma van, az Amerikai Egyesült Államok, számunkra a NATO-n keresztül egy biztonsági véderőt ad, és hogy a világ összes konfliktus gócán majd megmondja, hogy mi van. De 2016-ban új elnököt választott az Egyesült Államok Donald Trump személyében, és ő, neki az az üzenete, hogy ebben az új világban, ami elkezdődött, Amerikának újra kell gondolnia a szerepét. És nem biztos, hogy Amerika hajlandó lesz a világ minden táján, minden konfliktusba beleszólni. Na, akkor mi lesz a szerepe Európának, mi lesz az amerikai és az európai közötti erőmegosztás, mi fog Európával történni, ezek nyitott kérdések. És akkor hol van még Ázsiának a És akkor még szerepet? Kína itt van, hiszen az egyetlen fontos tengeri kikötőt, Pireuszt Kína már megvásárolta a görög válság időszakában, tehát ott van bent Kína, hozza be az áruit. Hogy fogunk ezzel kapcsolatban mi dönteni? Mi lesz Európán? Lesz Európának közös politikája ezzel kapcsolatban? Lesz-e Európának közös védelmi politikája? Milyen prioritásai lesznek Európának? Ezek olyan kérdések, amelyek lehet, hogy távolinak tűntek, de lehet, hogy egy-két éven belül itt lesznek az asztalon. Mert az például, hogy a NATO továbbra is a transatlanti viszonyon fog alapulni, vagyis az Európa és Amerika együtt fog-e fellépni, és hol lesz Európának a határa, ezek nagyon nagy kérdések. Nem tudjuk Oroszország, nem tudjuk Ukrajna esetében, és nem tudjuk a Balkán. Tehát nagyon sok olyan kérdés van, amire nagyon ritkán szoktunk ezekről a kérdésekről beszélni, de itt vannak az asztalon, mert a világ pici. Az első háború előtt is nagyon globális volt a világ, és az emberek azt mondták, a nagy tudósok azt mondták, hát ugye egy ilyen globálisan összefonódott világban, ahol mindenki kereskedik mindenkivel, ahol mindenkinek gazdasági érdekei vannak a világ minden táján, na hát itt nem tud lenni háború. És mégis mi történt? 100 éves háború történt 1914-től 1990-ig. És az a globális kereskedelmi forgalom, ami az első háború előtt volt, 1973-ban állt csak vissza. Tehát eléggé globalizált világ volt az, ami aztán ehhez a hatalmas
világháborús sorozathoz vezetett. Tehát az, hogy globalizálva vagyunk, az nem jelenti azt, hogy nem lesznek nagy konfliktusok. De azt tudnunk kell, hogy mi hova lőjük be magunkat, mi a helyünk, és ha Európa megtalálta a helyét nekünk, mi a szerepünk ebbe? Ebben a szerepkeresésben, vagy szerepmegtalálásban esetleg példa lehet mondjuk a 30 évvel ezelőtti történelem, abszolút, hogy visszakanyarodjunk? Hát abszolút, hiszen, mint mondtam, regionálisan az történt, hogy ez a térség az életképességét bebizonyította, legyőzte a hatalmas szovjet birodalmat, ami azért mégiscsak a kettéosztott világban az egyik leghatalmasabb hatalmi erő volt. Győztünk, vissza tudtuk nyerni a nemzeti függetlenségünket, és sikeres országokat tudtunk építeni. És most, hogy meg tudjuk fogalmazni a saját érdekeinket a nyugattal szemben, most meg tudjuk mutatni azt, hogy ez a térség önállóan is életképes. Szerintem ez egy nagyon nagy dolog, hosszú idő óta nem volt erre példa. De tudjuk is ezt az erőt mutatni, tehát megvan a szándék, az akarat, és ezen kívül a tettek is ahhoz, hogy ezt az egységet, ezt az erőt mutatni tudjuk? Szerintem a politikai életben többször is mutattuk már ezt a közös fellépést, most nem csak az uniós tárgyalásokra, meg mindenre gondolok, de tavaly például részt vettem egy olyan konferencián, ahol itt volt a négy visegrádi miniszterelnök, és ott azt az ígéretet tették, hogy legfontosabb feladatuknak azt tekintik, hogy gyors vonat hálózatot építsenek a fővárosok között. Ez például már egy nagy dolog lenne, hogy mondjuk Varsó, Prága, Pozsony, Budapest, és majd akkor Bukarest és a többi főváros között is olyan vasút jöjjön létre, vagy olyan vastat építsenek, ami 300 kilométeres sebességgel megy, ez már nagyon nagy dolog lenne. Ez is azt mutatná, hogy van itt egy térség, amelyik törődik egymással, amelyik összeköti egymást, amelyik együtt föl tud lépni. És ehhez például a tananyagot is módosítani kéne, tehát többet kéne egymásról tanulnunk, esetleg azt is támogatni kéne, hogy egymás nyelveit megtanuljuk, és hogy talán második vagy harmadik nyelvnek esetleg válasszuk a szlovákot, vagy a lengyelt, vagy a románt, vagy a csehet. Szóval, hogy ebbe az irányba is próbáljunk meglépni, hiszen bár egy táborban voltunk 50 évig, azért elsősorban az egymás közötti rivalizálás volt, amire én visszaemlékszem a többi szomszédos országgal szembe. Akkor ha már itt tartunk, akkor egy kicsit idézzük fel a személyes emlékeit 30 évvel ezelőttről. Hát nekem június 16-a volt, 89. június 16-a volt a legfontosabb személyes emlék, mert azt megelőző egy évet az Egyesült Államokba töltöttem, és akkor jöttünk haza, és még éppen, hogy kicsomagoltuk a bőröndöket, és indultunk, hogy kimenjünk az utcára, és lemenjünk a Hősök terére, és akkor Orbán Viktornak a beszéde volt az, ami azt a döntést megérlelte bennünk, hogy ennek a rendszernek, mármint a Kádár rendszernek vége van, ezt most eltemettük, és íme itt van az új, megszületett, hiszen minden forradalom megtermeli a saját vezetőit. Ez volt a számunkra a legemlékezetesebb pillanat. Ön említette, hogy előtte az Egyesült Államokban voltak. Ott, főleg ha egy évet töltöttek ott gyakorlatilag a rendszerváltás előtti időben, akkor ebből mit lehetett érzékelni, mindabból, ami itt történik Magyarországon? Ami a számomra nagyon furcsa volt, hogy akkoriban még Amerikában is, de Nyugat-Európában is, mert azt megelőzően meg Németországban voltam, meg Izraelben, hogy mindig voltak kérdések. Tehát kérdezték, hogy milyen nálunk, egy csomó dolgot főleg akartak tudni. Főleg fiatal történészként nyilván, igen, de meg akárhova az ember elment, érdeklődés volt, kíváncsiság volt. És akkor például volt ott a Bloomingtoni Egyetemen, ez Indiánában van, középnyugat, volt egy ilyen nagyobb összejövetel, ott kollégák, meg diákok, mindegy, olyan 40-en voltak, és valahogy kérdezték, hogy
hát milyen nálunk az útlevél. És akkor próbáltam nekik elmagyarázni, hogy hát, hogy van egy útlevél, ami 5 évre érvényes, de ablakot kell venni be, hogy ki lehessen utazni. És akkor próbáltam mondani, hogy window, meg hogy engedély, meg mind nem értették. Tehát ha 5 évig érvényes az útlevél, akkor miért kell még egy extra engedély? És próbáltam magyarázni, és miközben mondtam, rájöttem, hogy hát amit mondok, annak nincs értelme. Igen, azért nem értik meg, mert ezt csak mi értjük ott belül, de ennek valójában nincs értelme, és nem is érdemes nekik elmondani, mert ez annyira abszurd. És most meg azt tapasztalom, hogy nincsenek a nyugatiaknak kérdéseik. Ők tudják. Most csak kioktatni akarnak. Soha nem kérdeznek semmit. Csak mindig elmondják, hogy hogy kell, meg mit csinálunk rosszul, meg mit nem. És nagyon furcsa ez. Nagyon furcsa, hogy akkoriban, amikor szinte nem is jöttek ide, el voltunk zárva, nem volt információ, akkor valahogy több tiszteletet mutattak irántunk, mint amit most mutatnak. És azon gondolkodtam magamban, hogy mi ennek az oka. És valahogy azt a végtelen türelmetlenséget érzem bennük, hogy mi az, hogy mi nem állunk be a sorba. Hát náluk mindenki beállt már a sorba. Nehogy mi már visszaszóljunk, meg nehogy mi már más elképzeléseket fogalmazzunk meg. Ez egyszerűen irritálja őket, ezt érzem. Nagyon furcsa. Ezzel együtt megtehetjük, hogy nem állunk be a sorba. Ó, abszolút. Sőt, inspiráljuk is őket, mert azért egy idő után azt mondják, hát most miért vagy, hogy ez így most mi? Tehát azt hiszem, hogy az ő számukra ők nem így gondolják, de majd rá fognak jönni, hogy az ő számukra is az a frissesség, az a másképp gondolkodás, az az élettapasztalat, amivel ez a régió rendelkezik, az az ő számukra is fontos és hasznos lehet. Csak egy pici nyitottság kellene, egy pici odafigyelés. Ők is, tehát egy dolog az egészen biztos. Nagyon sok mindent lehet tőlük tanulni, de tőlünk is lenne mit tanulni. És ha ők ezelől elzárják magukat, saját magukat fosztják meg ettől a tudástól. Mert mi is felhalmoztunk egy csomó mindent. Nem csak abban a 45 évben, hanem ebben a 30 évben is. Mert ez a 30 év összességében egy sikertörténet. És ha meg akarják érteni a mi sikerünknek a kulcsát, akkor abból ők is tudnának tanulni. Köszönöm a beszélgetést. Köszönöm. Kedves nézőink, önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Szép estét kívánok, viszontlátásra. Rabok legyünk, vagy szabadok!